Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a szabályos, háromoldalú hasáb felszínét és térfogatát gyakoroljuk. Második leckénkben olyan feladatokat oldunk meg, melyben a testmagasság és alapterület, illetve palásterület segítségével számoljuk a felszínt és a térfogatot. A felszín és térfogat számításhoz az általános képleteket használjuk. Vágjunk bele, nézzük a konkrét feladatokat. Számíts ki a szabályos háromoldalú hasáb felszínét és térfogatát, hadott palástjának területe, illetve testmagassága. Rajzoljuk le a szabályos háromoldalú hasábot, alapja egy egyenoldalú háromszög, mindegyik oldala AAA, és amire még szükségünk van a testmagasság, illetve szükség szerint még az alapnak a magassága is. Írjuk ki az adatokat, amivel rendelkezünk. Palás területe 90 négyzetcentiméter, és a testmagassága pedig 5 cm. Ki kell számítanunk felszínt és térfogatot. Az általános képletekből tudjuk, hogy a felszínhez szükség van a már meglévő palás terület mellett az alapterületre. Ahhoz, hogy az alapterületet kiszámoljuk, szükségünk van az alapérre. Amivel el tudunk indulni, az a palás terület. Tudjuk, hogy a szabályos háromoldalú hasáb palástja három téglalapból áll, minden egyes téglalapnak az oldalai A, illetve a testmagasság, vagyis a nagyhá. Így a palás területünk háromszor vesszük ennek a téglalapnak a területét, vagyis háromszor A szor H. Itt tudunk behelyettesíteni, hiszen adott a palás terület. A palás terület helyét írom a 90-et, a 3-at csak lemásolom, az A oldalt nem tudom, és a testmagasság az 5. Mivel mindkét oldalt el tudom osztani úgy szintén 3-mal, mint ahogy 5-tel, akár rögtön 15-tel is el tudjuk osztani, hiszen jobb oldalt 3x5 adja a 15-öt, azt leegyszerűsítem, a bal oldalt pedig 90-ben a 15 pontosan 6-szor van meg. Így már csak le kell, hogy olvassuk, igaz, hogy egy kicsit ilyen rákmódszerrel hátulról visszafelé, az A oldalunk az egyenlő 6 cm-rel. Innentől kezdve, hogy az A oldalt kiszámoltuk, most már könnyű dolgunk van. Számoljuk az alapterületet. Tudjuk, hogy a három oldalú hasábnak az alapja egy egyenoldalú háromszög, tehát szabályos háromoldalú hasábról van szó, így az alapterületünk ennek a háromszögnek a területe, vagyis A négyzetszer gyök 3 per 4. Miután az előző lépésben kiszámoltuk az A oldalt, könnyűszerre be tudunk helyettesíteni. 6 a négyzeten szedjük 3 per 4, elvégezzük először is a négyzetremelést, 6 a négyzeten az 36, és a 36-ot és a 4-et le tudom egyszerűsíteni, a 36-ban a 4 megvan 9-szer. Így már csak le kell, hogy olvassuk, hogy az alapterületünk 9 szedjük 3 négyzetcentiméter. Mivel a palásterületünk adott, alapterületét pedig most kiszámoltuk, így a következő lépésben számolhatjuk a felszínt. A felszín kétszer az alapterület és egyszer a palásterület. Ha behelyettesítünk, alapterület helyett írjuk a 9-szer gyök 3-at, a palásterület pedig a 90, ami adott volt a feladat elején is. Szorozzuk össze a 2-t a 9-szel, így kapunk 18-at, a gyök 3-at csak lemásoljuk, plusz 90. Sajnos a 18-szor gyök 3-at és a 90-et nem tudjuk összeadni. Valójában ez is a felszínnek egy végeredménye, de viszont tudunk még finomítani következőképpen. Mi az, amivel el tudjuk osztani a 18-at is és a 90-et is? Hát egyértelmű, hogy 18-szor, így a 18-at ki tudom emelni zárójel elé. Zárójelben megmarad. 18 osztva 18-al az 1, azt nem is kell írni, hiszen a gyök 3-at csak lemásoljuk, és 90-ben a 18 megvan 5-ször. Tehát a keresett felszínünk 18-szor, zárójelben gyök 3 plusz 5 négyzetcentiméter. És maradt még a térfogat, melyhez most már minden adott, hiszen kiszámoltuk az alapterületet, és adott volt a testmagasság, tehát az általános képletünkből alapterület szorozva magasság, számoljuk a térfogatot. Amikor behelyettesítünk, alapterületünk 9-szer gyök 3, és a testmagasság 5. A 9-et és az 5-öt szorozzuk össze, az lesz 45, a gyök 3-at csak lemásoljuk, és így megkaptuk, hogy a keresett térfogatunk
45 x gyök 3 köbcentiméter. Amíg mostani feladatunknál a testmagasság mellett a palás területet ismertük, a következő feladatunknál a testmagasság mellett az alapnak a területe adott. Ezek alapján kell kiszámítani a hasáb felszínét és térfogatát. Rajzoljuk le a szabályos háromoldalú hasábot, jelöljük meg az alapéreket, AAA, testmagasságot, nagy H. Amire nekünk szükségünk van, hogy kiszámoljuk a felszínt és a térfogatot. Az általános képletekhez szükség van a felszínnél még az alapterület mellett a palás területre, és ahhoz, hogy kiszámoljuk a palás területet, szükségünk lesz az A oldalra. Mi az, amivel el tudunk indulni? Mivel ismerjük a hasábnak az alapjának a területét, ezzel indulunk ki. Tudjuk, hogy a háromoldalú hasáb, szabályos háromoldalú hasáb alapja egy egyenlő oldalú háromszög. Annak a területe, ami ugyanaz, mint az alapterület, A négyzetszer gyök 3 per 4. Helyettesítsük az alapterületet 3-szor gyök 3-mal. Észrevesszük, hogy a gyök 3 megtalálható mindkét oldalon. Érdemes elosztani az egyenlet bal és jobb oldalát gyök 3-mal, valójában a gyök 3-at leegyszerűsítjük. A következő lépésben meg kell szabadulni a 4-estől. Mivel egyik oldalon osztottunk, a másik oldalon majd szorozni fogunk, így a 3-szor 4 adja a 12-t, míg a jobb oldalon valójában a 4 és a 4 leegyszerűsül, és megmarad csak az A négyzet. Ebből az egyenletből, hogy A négyzet egyenlő 12, az A oldalt úgy kapjuk meg, hogy a 12-ből gyököt vonunk. Sajnos a 12-nek nincs pontos gyöke. Föl kell írni két szám szorzataként, keressük azt a négyzetszámot, amivel el tudjuk osztani. Hát 12-től kisebb négyzetszám a 9, de ezt nem tudjuk osztani, kisebb a 3, a 4, azt tudjuk osztani, tehát a gyök 12-t fölírjuk, mint gyök 4, szorozva gyök 3. A gyök 4 az 2-t ad, tehát az A oldalunk 2-ször gyök 3 cm. Miután kiszámítottuk az A oldalt, ismert a testmagasság, hozzáfoghatunk a palás terület számításához. Tudjuk, hogy a palást 3 téglalapból áll, mindegyik téglalapnak az oldalai A és nagy H. Tehát a palás területünk 3-szor A szor H. Helyettesítsünk be. Figyeljünk, a 3-at csak lemásoljuk, az A oldalunk most számoltuk ki 2-ször gyök 3, és a testmagasság is gyökös kifejezés, magában gyök 3. A gyök 3-szor gyök 3, ez már ismerős kell, hogy legyen, ez 3-at ad, így ha összeszorozzuk a két racionális részt, a 3-szor 2-t, az 6, meg még szorozva ezzel a 3-mal, tehát a palás területünk 6-szor 3, az 18 négyzetcentiméter. Miután adott volt a feladatban az alapterület, most kiszámoltuk a palás területet, az általános képlet segítségével számoljuk ki a felszínt. A felszínünk, kétszer vesszük az alapterületet, és egyszer a palás területet. Az alapterületünk 3-szor gyök 3, ezt kell szorozni 2-vel, a palás terület pedig 18. Ha 3-szor gyök 3-at megszorozom 2-vel, az 6-szor gyök 3-at ad, viszont a 6-szor gyök 3-at nem tudom összeadni a 18-szal. Mi az, amit ki tudok emelni, tehát mi az, amivel el tudom osztani a 6-ot is, és a 18-at is? Hát ez a szám a 6-os, tehát a 6-os kiemelem a zárójel elé, ami zárójelben marad. 6 osztva 6-tal az 1, azt nem is kell írni, mert a gyök 3-at csak lemásoljuk, és a 18-ban a 6 megvan 3-szor, tehát a felszínünk 6-szor, zárójelben gyök 3 plusz 3 négyzetcentiméter. Feladatunk végére már csak a térfogat kiszámítása maradt. Általános képletünk alapterület szorozva magassággal. Alapterületünk adott volt, magasság adott volt, tehát úgymond a térfogathoz nem kellett külön semmit sem számolni. 3-szor gyök 3-at kell, hogy megszorozzuk a gyök 3-mal. A gyök 3-szor gyök 3 adja a 3-at, így a térfogatunk 3-szor 3, vagyis 9 köbcentiméter. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!